8 éve kezdtem el a műugrást, előtte szertornáztam, és egy barátnőm hívott le műugrani, tehát miután abba hagytam a tornát sérülés miatt, nem csináltam semmit egy fél évig, és utána egy barátnőm hívott le műugrani. Lejöttem, nagyon megtetszett, gyorsan fejlődtem is, és hát itt is maradtam azóta, szerencsére. Tetszett, hogy hasonló volt a tornához, de azért egy picit más, és hát amit a legjobban szeretek, amikor kimegyünk egy nagy versenyre, a verseny hangulata, az, hogy mindig újra megmérettethetjük magunkat. Mi az, amit a leginkább vársz Londontól? Hát ugye az mindig is szerettem a sportot, mindig is néztem az összes olimpiát, nagyon izgalmas volt, ahogy a tévében mutatták. Hát most ott lehettek, ez valószínűleg még sokkal-sokkal izgalmasabb lesz. Nagyon várom már, hogy utazzunk, mert ugye csak 2 nap van. És hát voltam már nagy versenyen, ugye VB-ken, EB-ken, de hát ez azért mégis teljesen más lesz. Nagyon-nagyon várom, annyira nem izgulok, mivel most még nincs nagyon miért izgulni, szeretnék minél jobban ugrani, és hogyha jól ugrok, akkor akár a 18-ba tovább is juthatok a középdöntőbe. Nyilván helyezésben nem szabad gondolkozni, pontszámot tekintve van-e magaddal szemben bármifajta elvárás, amivel elégedetlennél, hogyha elérnél? Igen, pontszám van. Igazából szeretnék egyéni csúcsot ugrani, mert arra most már ez nagyon érik, hogy újra egyéni csúcsot ugorjak, mert mindig csak egy pici hiba volt, és csak amiatt nem jött össze. Hát azt szeretném megugrani, igen. Van esetleg olyan kedvenced, akit ha mondjuk meglátsz az olimpiai faluban, akkor tuti biztos, hogy egy közös fotót szeretné vele bármilyen más sportákból, nem csak magyar, hanem akár külföldi is? Hát igen, nagyon furcsa lesz, mert ugye általában 3-4-en szoktunk elutazni egy műugró versenyre, tehát elég pici a csapat, most ez a 158 fő, ez sokkal nagyobb lesz majd. Hát nekem, akivel nagyon szeretnék majd egy fotót, például a jamaikai futó Usain Bolt, hát őt nagyon csodáltam az előző olimpián, úgyhogy vele például szeretnék egyet. Hát jól beválasztottál, mert őt nem valószínű, hogy olyan túl könnyű lesz megközelíteni, de hát azt hiszem, hogy a 10 000 sportoló között azért lesz még jó pár, akivel fogsz kint találkozni. Nórával beszélgettél már a korábbi tapasztalatáról, hiszen ő azért elég sok olimpián kint volt, hogy mire számítsa, miben tud neked segíteni esetleg ilyen szempontból? Igen, beszélgettünk a Nórival, sokat mesélt az előző olimpiákról, mesélt a hangulatról, ugye a faluról, szobáról, versenyről, tehát azért nagyon sok mindent elmondott, megnyitókról, úgyhogy már azért egy kicsit így belettem avatva, úgyhogy tudom, hogy mire számít csak nagyjából. A szobatársak lesztek Nórival kint? Igen, egy szobában leszünk, és még egy apartmanban leszünk, például a szinkronúszó lányokkal. Készültél a londoni olimpiára bármifajta különlegesebb ugrással, vagy ugyanaz a program, mint a korábbi években volt, és azt próbálod tökéletesíteni? Nem, még most a régebbi, a könnyebb programmal versenyzek. Hát nem volt értelme az olimpiára berakni egy új ugrást, hanem inkább a régieket kell tényleg tökéletesíteni. És hát az olimpia után szeretnék mindenképpen egy programnehezítést. Van-e nemzetközi műugró mezőnyből kedvenced, akit nagyon szeretsz, akár női, akár férfi vonalon? Hát inkább a fiúknál van, akiket így nagyon-nagyon szeretek nézni, például a németektől a Sasha Klein, nagyon szépen ugrik szerintem. De nagyon sok, nagyon jó ugró van, akit így igazából nagyon jó nézni.